Élvetek májva rózsák, a virág eszméjévé fehéredett liliomok, dúltarcú krizantémok isszák a sírok urnájába ütve a korok emlékezetét, Platón és Anselmus agyát s a költő bölcs mondásait. Pedig hát mi köze a halott költőnek a holdviolához? A csiklószerű bibétől a túlvilágra és vissza, milyen korridor vezet? Milyen jövőt lát a virág haruspex, amikor gyökérkarmokkal vájkál az elrohadt verslábak között? Az etruszkok még nem muskotáj rózsát, hanem ételt, italt, csizmát, sisakot, szerszámokat raktak házikó forma sírjaikba, s talán a sírok tetejére is, a túlvilágot is anyagi szerkezetűnek tudták. Mit juttathatunk át a túlra? Az ősi halálmisztériumok nagy kérdése ez. Mi, a mai sírok mellett érdeplők, érezzük az átlépés lehetetlenségét, s a szegfűk asztrál kezével próbálunk átnyúlni a mohos kövek közt. Virág pedofília az egész. És a részletek sem tisztességesebbek, mondaná Petri, akinek sírjánál elmélkedem. A régi perzsák még a keselyükre bízták halottaikat. Én az éppen csak kinyílt zsenge kankalint rángatom bele metafizikus üzelmeimbe.